Minden szentek ünnepén a halottak napjához közeledve egyre inkább formát öltött fölismerhető gyász, amely eluralkodik rajtunk. A szenvedés korlátlansága a megszokottól teljesen eltérő, a mindennapi túlélési viharokkal övezett életünk mélypontja. A hétköznapi sémákat elutasító, borzongató gondolatsorok, porba döntött álmokról, elmúlásról, kibúvó könycseppekről, reszkető kézzel, lehajtott fejjel visszakívánt, vagy bárcsak soha meg nem történt volna érzésekről. Érzésekről, amelyek leroskadnak a sírboltnál, melyek mértéktelen feszültségekkel terhes szavakat tolnak az agyunkba, hogy aztán szívünk bordarejtekében alakuljanak át mondatokká, tartózkodó, menedekkérő, igaz vagy hazug gondolatokká. Hiába írjuk meg, hogy éveink szaporodásával egyre több olyan rokonunk, barátunk, ismerősünk volt, van, lesz, aki már nem lehet közöttünk, nem tudunk megszabadulni az ő szárnya ránk vetülő, az elmúlást hirdető pillanataitól, ami mindig a mi lett volna, ha semmire sem jó szavakkal taszít bennünket a sehova sem vezető mondatokig. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, ha magányosnak érezzük magunkat, akár egy gyertya is lehet társ és menedék, ha az őszi csend, a kereszténysége és a tisztaság, a fekete kettőssége bennünk van. Ne legyünk álszentek, félünk a haláltól, mert nincs fölötte uralmunk, és félünk azért is, mert szeretünk élni, tehát más választás nem lévén maradjunk meg töprengő létünkben, és a tisztító tűz helyett a lélekben gyökerező Mikszáth Kálmán gondolatát citáljuk. Ma halottak napja van, nem a csüggedés merev fájdalmával, de a kegyelet meghatottságával lépünk-e hantokhoz, s egy könnyet ejtünk rájuk, koszorú gyanánt. Ez a könyv, mely beszivárog a rögökön át az életre hívó emberi akarat igazi csöpje, súgja meg halottaknak valamennyiünk hívó üzenetét. A tanítás szerint minden szentek napja egyesség, mely szerint az elhaltak közösséget alkotnak, majd az Úr színe előtt egymásért könyörögnek. Ez a küzdő és egyben szenvedő, de végeztével is diadalmas egyház 10. századi misekönyvén alapuló csoda. A Szent Háromság máig élő csodája. A tanító Jézus gondolataival szólítunk meg ma mindenkit. 2023-ban is boldogok a tiszta szívűek, boldogok a békességben élők, boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, és boldogok lehetnek azok is, akik lehajtott fejjel Magyarország igazságkertjében szedhetnek gyomot. Ne feledjük Pilinszky János szavait. Halottaink szeretete elsőrendűen az életiskolája, a tél küszébén kezd új munkába fokozott kedvel és teremtő lelkesedéssel. A külső kép a hervadásé, a halálé, a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő csillagára, a távoli és nagy egészre és azon is túlra. Isten kegyelmi ajándékként azt adta nekünk, ahogy az évek szálltak, riadalom nélkül vettük tudomásul, telik az idő. Sosem féltünk az öregedéstől, a haláltól sem, ami megkezdődött, végződik is egyszer. Ami meglepő, az az édes simogató felismerés volt, nekünk az öregedés csak ad, s hogy fejében beleszállt sima bőrünkbe. Alig számít annak a derűs békének a birtokában, amellyel az ember a tükör helyett önmagával néz szembe, hajdani eseményeket mérlegelve. Nekünk a múló idő csak adott, bátorságot, erőt, emberi tartást, s ha ki is fosztott az ifjúság édes kelléktárából bennünket, ne erre legyünk érzékenyek, hanem az adományára, hogy végre értünk mindent, világosan és elfogultság nélkül láthatjuk a családot, saját ideig való fejlődésünk történetét. Fiatal éveinkben dehogy lett volna bátorságunk megmutatni magunkat olyannak, amelyenek voltunk. Higgyünk Szabó Magdának, hiszen amikor az ember szíve megszűnik dobogni, mindaz, amit még el akart mondani, de nem tette, minden apró darabka, amit magából akart adni, minden kudarc, amit a szőnyeg alá söpört, azzal az ürüggyel, hogy túlságosan elfoglalt az élete, megszűnik vele együtt. Az a félig megtett lépés soha nem fejeződik be, és ez a legszörnyűbb dolog, amit az ember megbánhat. Egyetlen pillanat alatt elmúlhat az élet. Előjelek nélkül, az esély nélkül, hogy valamit még el tudjunk intézni, ami fontos volna, egyszerűen elmúlik. De ezt egészen addig elfojtjuk magunkban, amíg olyas valakivel nem történik, akit az ember szeret. Csak akkor tanuljuk meg az apróságokat megbecsülni. Az ember megérti, mi az, ami igazán fontos az életben, és főleg, ki az, aki igazán fontos.